Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nyugati szélén, a Tisza bal partján fekszik Tiszadada, az alig több mint 2000 fős település, amellett, hogy igyekszik megőrizni a hagyományait és az üdülő falu jellegét, folyamatosan fejlődik. Részese volt a nagyszabású 750 millió forintos beruházásnak, amely a Nyíri mezőség 6 települését érintette. Tiszadadán a rájuk eső toppos támogatásból turisztikai célú fejlesztéseket hajtottak végre. Egy nagyon nagy dolog történt Tiszadadán, egy turisztikai pályázat keretén belül a Tiszapartra, az élő Tiszának a partjára sikerült egy kiszolgáló épületet pályáznunk, ami közel 60 millió forintba meg 100%-os támogatással megújult. Itt van egy 70 férőhelyes filagória, mosdók vannak, öltözők, kerékpárkölcsönző, csónakkölcsönző, és ezáltal ugye a turisztika nagyba, a Tiszapartnak a turisztikája ezáltal nagyba fejlődött. Ez nem csak a turisták körében lett közkedvelt hely, de a község nagy rendezvényeinek megtartására is alkalmas helyszín. Sőt, céges rendezvényeket is tartanak itt, így a kihasználtsága maximális. Ez azért is fontos része a projektnek, mert Tiszadada bekapcsolásával destinációs szintű, komplex idegenforgalmi termékcsomag jön létre a térségben.